A tavalyi évet 1200 dollár alatt zárta az arany árfolyama, ami megfelel a tavalyi éves mélypontnak, tehát körülbelül addig csorgott vissza az árfolyam az év utolsó negyedévében. Azóta viszonylag nyugodt évkezdetet látunk az aranypiacán. Visszakapaszkodott az árfolyam, eljutott 1250 dollárig is. Azóta ismét visszább esett az árfolyam, jelenleg 1220 és 1230 dollár környékén jár a kurzus. Nagy izgalmakra az év első hete nem adott okot, különösebb fundamentális hírek sem láttak napvilágot. Talán két mozzanatot érdemes kiemelni az elmúlt egy hétből. Az egyik az, hogy 1200 dollár környékén, tehát a tavalyi év végén stabilizálódni tudott az árfolyam, ezzel kialakított egy úgynevezett dupla aljat. Tavaly júniusban egyszer már járt ebben a mélységben az árfolyam, és most az év végén, tehát ismét ott járt a kurzus. Ez a dupla alj, hogyha innét sikerülne fölállni az árfolyamnak és emelkedni valamelyest, hát legalábbis 1300 dollár felé, a fölé, akkor ez egy nagyon erős támaszszintnek lehetne felfogható, ez az 1200 dolláros árfolyam környék. Persze itt még egyelőre nem tartunk, tehát az 1200 dollár még ereshet, de egyelőre egy dupla alj rajzolódik ki a grafikonon. Tehát ez az egyik említésre érdemes mozzanat, a másik pedig az, hogy az indiai jegybank illetékesei megszellőztettek egy olyan információt, hogy lazíthatnak az arany importját korlátozó törvényeken, tehát az indiai kormányzat az elmúlt években importvámokat vetett ki az aranyra. Az importvámok elérik mostanra a 10%-ot. A célja az indiai kormányzatnak ezzel az intézkedéssel az volt, hogy csökkentse az Indiába áramló arany mennyiségét, és ez egy nagyon fontos esemény az arany piacán, hiszen az indiai kereslet évtizedek óta, mióta statisztikák léteznek, a legnagyobb kereslet a világban. Indiai kereslet a negyedét teszi ki az arany globális keresletének, és ez jelentősen visszaesett az elmúlt évben. Pont ennek a törekvésnek köszönhetően az indiai kormányzat ezt fékezni akarta, az Indiába áramló arany mennyiségét. Na most, hogyha ez a tendencia, ez megfordul, tehát lazít az indiai kormány ezen az importvámon, esetleg csökkenti az importvámot, akkor ez mindenképpen lendületet adhat a 2014-es évben az aranynak, tehát fokozódhat az indiai kereslet, és ez kedvező hatással lehet az arany árfolyamára. Mindenképpen érdemes azzal számolni, hogy a jelenlegi túladott piacon kétség kívül eshet még tovább az árfolyam a mostani szintekről, nem kizárt akár, hogy 1000 dollárig is lemegy az év folyamán, vagy az elkövetkezendő években majd az arany árfolyama, de nagy esés volt a tavalyi év folyamán, és ezt a nagy esést, ezt illenék az árfolyamnak visszafele korrigálnia, tehát mindenképpen lehet arra számítani, hogy vagy az indiai keresletnek, vagy bármilyen más egyéb eseménynek köszönhetően az árfolyam az idei évben azért talán kicsit kedvezőbb képet fog festeni, mint ahogy tavaly volt, hiszen a tavalyi év az eléggé borúsan zajlott 28%-os éves veszteségről lehet számot adni, ami viszonylag egy jelentős veszteség. Igaz, azt megelőzően bő egy évtizeden keresztül folyamatosan csak emelkedett az árfolyam, tehát ennyiből a tavalyi árfolyam esés egy időszerű korrekció volt mindenképpen az árfolyamnak. Ez a korrekció persze még zajlhat akár éveken keresztül is, de azért itt most már illenék hamarosan visszafelé is korrigálni, fölfelé is korrigálni az árfolyamnak. Persze ez nem a jövő egy-két hétnek az eseménye, hanem az elkövetkező éveknek lehet egy forgatókönyve.